következő meccset ugye újra itthon játszuk a Pancsó Arénában, ugye a legutóbbi hazai mérkőzésünkön kiszakadt a Golzsák, fantasztikus meccset játszottunk ugye az MTK-n, ott neked külön nagyon, nagyon jó meccsed volt. Mitől volt annyira tökéletes ez a meccs így visszagondolva pár hét elteltével? Mondom őszintén, hogy nem tudom, tényleg nagyon jól jött ki nekünk akkor a lépés, azóta viszont ugye csak egy pontot tudtunk szerezni. Bízom benne, hogy most újra hazai pályán játszunk, és újra hasonló mérkőzést tudunk játszani, mint akár az MTK ellen. Valószínűleg nem lesz olyan sok gólos mérkőzés, viszont a játék az játékot azt úgymond le kell másoljuk, vagy legalább úgy kell játszani, mint az MTK ellen, és akkor úgy gondolom, hogy baj nem lehet. Csapatmunka volt, mindenki kivette a részét, tényleg aki játszott, aki beállt, mindenki jó teljesítményt nyújtott, kombinatívan jól játszottunk, és ennek meg lett az eredménye, gólokban is mutatkozott, ahogy jött az első gól, jött a második, mindenki azt gondolom utána extra önbizalom volt mindenkibe, aki pályán volt, és ennek megfelelően játszottuk le azt a 90 percet, és tudtunk sikeresek lenni. Ugye sok gólt rúgtunk, bízom benne, hogy hétvégén is ugyanilyen sikeresek leszünk. Now you have five games here in the Most már öt találkozó van mögötted a magyar élvonalban. Milyen tapasztalatokat gyűjtöttél ezeken a meccseken? About the Hungarian League. I feel that the Hungary League is a magyar liga remek bajnokság, tele kiváló játékosokkal. Az öt említett mérkőzésen volt, amikor csak 10 percet játszottam csereként pályára küldve. Úgyhogy számomra még mindig az az első számú cél, hogy stabil helyet harcolja ki magamnak a kezdőben. Tudom, hogy ezért rengeteget kell dolgoznom, de akkor is az a célom, hogy többet és sokkal jobban játszak. Időre van még szükségem, de úgy vélem jól haladok, és azon dolgozom minden nap, hogy a lehető legjobban tudjam segíteni az együttest. This week is quite short. Rövid hetünk van, hiszen pénteken már az Újpestet fogadjuk hazai pályán. Mire számít az azon a mérkőzésen? Újabb nehéz ütközet következik. Az itt eltöltött rövid idő alatt megtapasztaltam, hogy ebben a ligában minden csapat rendkívül erős és kiszámíthatatlan. Annyi biztos, hogy jobban kell játszanunk, mint az előző két idegenbeli bajnokin. És akkor megnyerhetjük az újpesteni találkozót. Nehéz a 12 csapatos bajnokságban azt mondani, hogy ki milyen formában van, teljesen mindegy, hogy 4-5 győztes meccs, vagy 4-5 vesztes meccs után van. Igaz, most ugye a hétvégén az Újpest nyerni tudott, biztos, hogy felszakad bennük egy gát. Ugye látjuk, milyen rendszerben játszanak, de ezzel annyira szerintem nem is kell nekünk foglalkozni. Inkább az, hogy a saját teljesítményünket és egyénileg mindenki készüljön fel a mérkőzésre. Ugye közel is van, hiszen péntek este van, de a hét elején mindenkinek oda kell magát teljesen tenni edzésen, odafigyelni, és várjuk a mérkőzést. Mondanom se kell, hogy azért, hogy megnyerjük ezt a találkozót. Minden meccs más, szóval nem szabad a múltból kiindulni, és sem a jelenből. Tényleg ez is egy más meccs lesz, hiszen ugye nyertek 2-0-ra a Fehérváron, ugye, de szerintem abból nem kell kiindulni, nyilván le fogjuk elemezni a mérkőzéseket, az elmúlt mérkőzéseit az Újpestnek, és próbálunk úgymond tanulni belőle, meg megnézni őket, és aztán az alapján nyilván a hétvégén majd megpróbálunk nyerni.